Védőfelszerelés adomány. Újabb sikereket értek el a gimisek. Leégett a család garázsa. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 25-én 18 óra 5 perckor. A tiszatavi keresztény polgári kör közbenjárásával mintegy 1,5 millió forintnyi egészségügyi felszerelést kapott a karcagi kórház, ezzel is segítve a koronavírus járvány elleni védekezést. A tiszatavi keresztény polgári kör közbenjárásával mintegy 1,5 millió forintnyi egészségügyi fejlesztést kapott a karcagi kórház, ezzel is segítve a koronavírus járvány elleni védekezést. Tudni kell azt, hogy a tiszatavi keresztény polgári kör már évek óta támogatja a karcagi kórházat, és ez az adomány Hollandia legnagyobb kórházából jött, az Amsterdam Medical Centerből, a Stichting Kinderlin Nód segélyszervezet jóvoltából érkezett hozzánk. A megyének és Kovács Sándor képviselő úrnak a koordinálásában tudtuk ezt a segélyt átadni. Ennek a segélynek az értéke körülbelül egy ilyen 1,5 millió forint, az orvosi köpenyeket, nadrágokat, jackiket és ilyen új nadrágokat, gyakorlatilag fele-fele használt és új dolgokat tudtunk idehozni, és nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ilyen jó néven veszi a kórház, hiszen mi ezzel tudjuk kifejezni azt, hogy mérhetetlenül tiszteljük azt a hatalmas emberfeletti küzdelmet, amit ez a kórház is végez, értünk a mi életbemaradásunkért, azért, hogy egészségesek maradjunk, és gyakorlatilag nagyon komoly életmentés folyik itt. Ezzel tudtuk azt mondani, hogy köszönjük, ezzel tudtuk kifejezni a mi tiszteletünket. Újvári Lászlóval arról beszélgettünk, hogy hogyan is sikerült összehozni ezt az adományt, hiszen hallottuk az előbb, hogy nem csak a karcagi kórháznak, hanem több helyre is visznek ebből. Így van, a tiszatavi keresztény polgári kör nagyon szoros kapcsolatot ápol a Magyar Református Szeretetszolgálattal és hollandiai önkéntes, jólelkű adományozó emberekkel, szervezetekkel, és a polgári körünk már nemes alkalommal teljesíti ezt a feladatot, ezt a küldetést, ezt a nemes hivatást a megyében. Eddig több otthonnak, szociális otthonnak, gyermekotthonnak sikerült különböző adományokat, legyen szó bútorról, eszközökről, használati tárgyakról, ilyen segítséget juttatni. Most pedig itt a Karcagi Kátai Gábor kórházban sikerült orvosi felszerelés, nővérruhákat, nadrágokat, illetve jackiket átadni. Hogyan látja, mennyire fontos az, hogy a civilek is beszálljanak az ilyen segítésbe, a védekezésben résztvevőknek? Azt látjuk, hogy az elmúlt egy évben az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók, de az élet számos területét említhetnénk, ahol ugye nem állhat meg az élet még a korlátozások ellenére sem. Feszített tempóban, nagyon sok áldozat árán végzik munkájukat, sokszor szabadidejükről, szabadságukról is, komfortzónákból teljesen kimozdulva ezek az emberek. Mondjuk beszéltünk most ugye orvosokról, ápolónőkről, egészségügyi alkalmazottakról, és mi civilek, akik felelősségteljesen dönthetünk arról, hogy tudunk segítséget nyújtani, úgy gondolom, alapvető társadalmi minimum is lehet ilyenkor részünkről, hogy összefogunk, összefogást tanúsítunk, és egy nemes cél érdekében próbálunk tenni valamit. Legyen szó a legkisebb adománytól a legnagyobbakig, mindenki nyilván a saját szintjén, a saját lehetőségeihez mérten, de pont ezek az összefogások, ezek a civil összefogások, legyen szó bárkiről, a társadalom bármely szereplőjéről, egy szint, egyfajta értéket tudnak vinni az életünkbe. És ugye valljuk be, hogy ebben az időszakban, amikor a koronavírus járvány számos korlátot vet körénk, és próbáljuk ezeket feszegetni, de a védekezés szempontjából viszont maximálisan betartani, szigorúan betartani, van is szükség ezekre. Tehát nagyon nagy szükség van ezekre az értékekre, összefogásra, kisebb megmozdulásokra, hiszen ezzel talán elviselhetőbbé válnak azok a nehéz pillanatok, azok a nehéz időszakok, amiken most keresztül megyünk. Sokan sokféleképpen igyekeznek segíteni a Karcagi Kátai Gábor Kórháznak. Nagy László Esbert főigazgatóasszonyt kérdezem arról, mit szól most a munkaruha adományhoz. Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Nagyon köszönjük ezt az adományt is. Igen, az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben különösen sok helyről, sokféle fajta adományt, hálát, üdvözletet, tiszteletet kaptak a dolgozóink, és úgy gondolom, hogy ez az adomány is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a munkájukba egy kis boldogságot hozzon.
ugyanis ebben az adományban, amit most kaptunk, mind az orvosok, mind a szakdolgozók részére, vagy éppen az egészségügyben dolgozó egyéb dolgozók részére található mindenfajta ruha darab, és azt hiszem, hogy ezek olyan jó minőségűek, hiszen nem ez az első alkalom, hogy kaptunk már a Fodor Gusztávéktól ilyen adományt, úgyhogy mindenki tudja, hogy nagyon jó minőségű munkaruhák ezek, és több éven át használhatók. Úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönjük a Kátai Gábor Kórház dolgozói nevében. Huber Imre közgyűlési elnököt arról kérdezem, hogy miért tartja fontosnak, hogy segítsenek a civilek a kórházaknak? Immár több mint egy éve szakadatlanul és óriási erők mozgósításával dolgoznak a kórház személyállományába tartozó orvosok, ápolók és műszaki személyzet. Én azt gondolom, nem lehetünk elég hálásak az ő megfeszített munkájukért, azért az áldozatért, amit meghoznak az egészségügyben a covidos betegek ápolásáért, valamint a nem csak covidos betegek ápolásáért is. És ez a fajta erőfeszítés, ez én azt gondolom minden alkalmat megérdemel arra, hogy kifejezzük a nagyra becsülésünket, a hálánkat, a köszönetünket, és ki mivel tud, azzal segít. Most a Tiszatavi Keresztény Polgári Kör olyan munkaruhaadományokkal tudott segíteni, amivel a mindennapi munkavégzést teszi kényelmesebbé, praktikusabbá, és a dolgozóknak egy olyan munkaeszköz biztosít, ami kényelmes viselet révén feletteti azokat az órákat, napokat, heteket vagy hónapokat, amit a Covid elleni védekezéskor beöltözve kell tölteniük. Gondoljunk bele, az nem egy kellemes állapot abban a munkaruhában dolgozni, és mégiscsak, hogyha lehetőség van néha egy kicsit szellősebbet tölteni, akkor ezek a munkaruhák erre tökéletesen alkalmasak lesznek. Szepesi Tibor polgármester úrral beszélgetünk itt, hiszen megnézte ezeket a új ruhákat. Itt a kórház dolgozói nagyon örültek, hiszen azt mondták, ez egy jó minőségű adomány most, és fontos számukra. Így van, én azt gondolom, a város számára nagyon fontos a kórház, hiszen oltópont működik, és a jelenlegi helyzetben az oltás felvétele a legfontosabb védekezési eszköz, amely nyilván nagyon sok múlik azon, hogy a kórházi dolgozók hogyan tudják, milyen körülmények között, milyen munkaruhában elvégezni ezt a nehéz feladatot. Tehát valóban egy nagyon fontos adomány az, amely most jött, hiszen az ő kényelmüket szolgálja. És ha az ő kényelmük egy picit is jó és rendben van, akkor az azt gondolom, hogy a munkakedvükre, az egész város életére kihat. Nagyon köszönjük a támogatást, mint ahogy köszönjük azoknak a támogatóknak és a további támogatóknak, akik lehetőleg adomány formájában, de nagyon sokan pénz formájában is kifejezik támogatásukat és segítségüket ebben a nehéz helyzetben. Az adomány Hollandia legnagyobb kórházából érkezett, tartalma pedig orvosi köppeny, mentős ruházat, téli kabát. Igazából bajba ismerszik meg a jó barát, és a bajba a segítség gyorsan jön, akkor mindenképpen jó, hogy jön. Én azt gondolom, hogy a civil szervezetek, magánszemélyek, egyesületek nagyon sokat segítenek a magyar egészségügyben, a járvány elleni védekezésben, és nagyon örülök annak, hogy ez már nem az első ilyen alkalom, hogy ez a Tisza Menti Keresztény Polgári Egyesület támogatja a karcagi kórházat, támogatja az egészségügyi intézményeket. Én azt gondolom, hogy látszik az, hogy a magyar állampolgárok, a magyar nemzet ilyenkor, amikor a legnagyobb baj van, összefog. Újabb sikereket értek el a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium ifjú történészei. A részletekről velük és felkészítő tanárukkal dr. Pintér Zoltán Árpáddal beszélgettünk. A járványhelyzet okozta nehézségek ellenére, bár nem a szokásos módon, de most is megrendezte az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem a Savaria országos történelmi versenyt, melyen két refis is eredményesen szerepelt, hiszen a helyi fordulóból tovább jutott a megyeire Kovács Zoltán 9. C és Kovács Lajos 10. A-s diák. Ez a járványtól sújtott generáció, ezek az osztályok, évfolyamok is megérdemlik azt, hogy ha már legalább a jelenléti oktatás elmaradása miatt bizonyos élmények elmaradnak, nekik legalább a közösségformálódásnak egy online formája és a tehetséggondozás valamilyen szinten érvényesüljön. Nagyon-nagyon sok verseny elmaradt az idei versenyszezonban, tehát ugye általában mi azért
több tantárgyból, kollégáimmal, akár történelemből, akár matematikából, akár természettudományokból rárepülünk úgymond a szokásos versenyekre. Sajnos ezekből nagyon sok kimaradt az idei szezonban. Szerencsére az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezésében a Szavária Országos Tudományos Történelmi Vetélkedő az ebben az évben is megrendezésre került. Igaz, hogy a jelenlegi egészségügyi, járványügyi helyzet tükrében szigorú szabályokkal más módon szervezték, de becsületükre szóljon, hogy megszervezték. Ezen indultunk el az iskolánk jó, ügyes 9-10. Évfolyamos töriseivel. A megyei döntő 9. évfolyamos győztese Kovács Zoltán lett. A 10. évfolyamon a tavalyi bajnok Kovács Lajos óriási versenyben a 3. helyen végzett, tudtuk meg felkészítőjüktől, aki örül annak, hogy a jelenlét nélküli oktatás ellenére szorgalmasak voltak tanítványai, és így lehettek sikeresek. Elmondhatjuk szerencsésen, hogy ebben az évben is több diákunk jutott be a döntőbe, hogy ez egy megyei döntő volt. Ebben az évben a 9. C osztályból Kovács Zoltán és a 10. A történelem tagozatos osztályból Kovács Lajos jutott be a döntőbe. Ugye Kovács Lajos a tavalyi bajnok, tehát aki tavaly a megyei úgymond legjobb törise lett, hogyha ezt így lehet megfogalmazni. Ő most egy nagyon nagy versenyben, szolnoki iskolákkal komoly versenyben a dobogón 3. helyen végzett saját évfolyamán, míg Kovács Zoltán a 9. évfolyamon úgymond megyei bajnok lett, tehát most idén maga mögé utasította a rivális iskolákat, rivális települések versenyzőit. Mind a kettejükre nagyon büszkék vagyunk, ahogy büszkék vagyunk azokra a gyerekekre is, akik a mindenféle nehézség ellenére, a távtanítás, az egészségügyi korlátozások ellenére jöttek, versenyeztek, vállalták az egészségügyi feltételek miatt ugye távol, egymástól megfelelő távolságban való versenyzést, és így tovább. Én úgy gondolom, hogy ránk most pedagógusokra, az egész pedagógus társadalomra nagy feladat hárul. Nagyon fontos az, hogy élményszerű maradjon a diákok számára az iskola, hiszen a jelenléti oktatás hiánya az nagyon sok élményt vesz el tőlük. Ha ezzel egy picit is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy szép és jó emlékek keletkezzenek erről a tanévről, akkor én úgy gondolom, hogy már megérte, és szeretettel gratulálok a versenyzőknek. Kovács Lajos most csak 3. lett. Elmondása szerint igen nehéz volt a verseny. A tavalyira sokkal könnyebben fel tudott készülni, a mostanira online is kellett szakirodalmat olvasnia. Igen nehéz feladattal álltunk szembe. A tavalyi verseny a sokkal könnyebben ment arra a felkészülés, ugyanis normálisabb keretek között tudtam készülni. Viszont az idején saját magamnak is kellett online utána néznem a szakirodalmaknak, amiben tanár úr természetesen segítségemre volt. Ahogy említette, két szolnoki diák elém került a dobogón, de nem nagyon zavarhatom ezzel magamat, ugyanis, hogy tavaly én lettem az első, most idén 3. lettem. Szerintem egy igazán jó helyezést értem el, annak ellenére, hogy milyen rendkívüli helyzetben vagyunk. Két szolnoki diák előzte meg a szoros versenyben, amire minden korszakot átnézett. Korábbi teszteket is megoldott, hogy minél sikeresebb legyen. Mindegyiket pontosan átnéztem, illetve nem egyszer, nem kétszer, hanem többszörösen töltöttem ki az előző feladatlapokat is, ezzel készülve az idei versenyre, hogy minél jobb helyezést érhessek el. Szóval nem mondanám, hogy lett volna olyan feladattípus, vagy feladat, amire nem számítottam volna. Teljes körű felkészülésben vettem részt. Kovács Zoltán kedvence a történelem. Szeretem a történelmet, de a többi tantárgyat is szeretem, de a történelem az egyik kedvencem. Hogyan készültél erre a versenyre? A tanár uram segített nekem felkészülni a versenyre, de mivel most nem volt iskola, csak ugye 2 hónapig, magamtól is kellett készülnöm, olvasni utána. A versenyre most sokat kellett önállóan készülnie, de tanára is sokat segítette. Volt olyan témakör, amit nem nézett át, de a tanultak alapján kikövetkeztette a helyes választ. Szerinte nehéz volt a megyei forduló, így örült, amikor megtudta, hogy első lett. Hát volt olyan, amit annyira nem néztem át, volt olyan témakör, de nagy rész bevált, amit megtanultam. Tehát az alapismereteid megvoltak, és esetleg kikövetkeztetted? Igen, a tanultak alapján is, meg az utána olvasatok alapján is tudtam. Azt gondoltad, hogy ilyen jól sikerült? Hát nem gondoltam annyira, mert eléggé nehéz volt a megyei forduló, de akkor így végül megnyertem. És milyen érzés volt, amikor ezt megtudtad, hogy nyertél? Hát nagyon örültem neki, mert nem számítottam rá, hogy meg fogom nyerni, de
Igazából már sokszor szerepeltem versenyen, de ez egyik legjobb volt. Az online oktatás, mondtad, hogy megnehezítette a felkészülésedet, de te hova mész majd, hiszen azért még van pár éved a refiben, de történelem az fontos számodra a továbbtanulás szempontjából is? Hát még nem tudom annyira, de a történelemben is gondolkozok. De a többi tantárgyat is igazából szeretem, szóval még nem vagyok benne biztos. Történelemből melyik az a kor, ami közel áll hozzád? Hát igazából az ókor az egyik kedvencem, mert ugye azt rendes oktatás alatt is megtanultuk, és azt így jobban lehetett átélni, de a modern világot is szeretem. A tiszafüredi járási ügyészség vádat emelt egy tomajmonostorai férfi és élettársa, 32 éves nő ellen, kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt. A vád szerint az élettársi kapcsolatban élő férfi és nő közösen nevelték Tomaj monostorai otthonukban a cselekmény idején 5, 12 és 14 éves gyermekeiket, akik vonatkozásában az illetékes jegyző korábban több alkalommal védelembevétel elrendeléséről döntött, a szülőpár alkoholizáló életvitele, párkapcsolati konfliktusai, a megfelelő lakhatás hiánya, a gyerekek higiéniai és gondozási szükségleteinek elhanyagolása miatt. Az apa és az anya rendszeresen heti 5-6 alkalommal látogatta a helyi sörözőt, ahonnan csak órák múlva leittasodva tértek haza. Gyakran előfordult, hogy a gyerekek bementek a kocsmába és ott keresték szüleiket, illetőleg felügyelet nélkül csavarogtak, járták a település utcáit. 2020. május 25-én a család garázsában ismeretlen okból tűz keletkezett. Ekkor a három gyermek a házban tartózkodott, szülői felügyelet nélkül. A szomszéd értesítette a tűzoltókat. A családházához tartozó garázsban tűz ütött ki ismeretlen okból. Ekkor a gyerekek ugyancsak szülői felügyelet nélkül voltak a házban. A szomszéd értesítette a tűzoltókat, akik kivonultak, megkezdték a tűzoltását. Ekkor az édesanyja ismeretlen helyen tartózkodott, az apa pedig szokásához híven a helyi sörözőben italozott. Tanúk elmondása igazolja azt, hogy a középső kisgyerek, 12 éves kislány, lélekszakadva beszaladt a kocsmába, és közölte az apjával, hogy apa ég a garázs, mire a férfi annyit mondott a gyermekének, mindjárt megyek, csak megiszom a sörömet. Az ügyészség álláspontja szerint a szülők kötelezettségeik elhanyagolásával súlyos fokban veszélyeztették mindhárom gyermekük érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését. A járásügyészség azt indítványozta vádiratában, hogy a bíróság végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönt szabjon ki mindkét vádlottal szemben. Az ügyben első fokon a tiszafüredi járási ügyészség fog döntést hozni. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!